Nehéz kérdés. Ez nehéz kérdés, mert... Válasz is nehéz. Nyilván egyik oldalról azt mondják, hogy igen, másik oldal azt mondja, hogy nem. Vannak érvek ellen érvek. Most mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy mit akar. Sziasztok! A jelenlegi szigorítások értelmében a munkáltatók határozhatják meg, hogy kötelezővé teszik-e dolgozóiknak az oltás felvételét eddig az egészségügyi személyzet részére, illetve a Szegedi Tudományegyetem alkalmazottjainak került ez bevezetésre. Nagyon kíváncsiak voltunk, hogy mi a véleményük a szegedieknek erről, támogatják-e a kezdeményezést vagy sem. Nagyon helyes. Minden munkahelyen támogatnám. Nekem hozzátartozom is, meghalt ebbe a Covid vírusba, úgyhogy azok, akik nincsenek beoltva, nem csak saját magukat veszélyeztetik, hanem mindenkit, mindenkit, az egész országot. Ez egy teljesen fölösleges álvita, meg az emberi szabadság, meg egyéb hülyeségek, amikről itt beszélnek. Önrendelkezési szabadság. Igen, addig önrendelkezési szabadsága van, amíg másokat nem veszélyeztetnek. Szerintem az embernek legyen meg a saját akarata azzal, hogy ő mit adott be magának és mit nem. Inkább törekedjünk arra, hogy máshogy oltsuk, tehát más megoldást találjunk és ne erőltessük az emberekre az oltást szerintem. Bizonytalan vagyok ezzel kapcsolatban, viszont támogatom azt a gondolatot, hogy a munkáltatók döntsék el, hogy beoltatják-e a dolgozókat vagy sem. Az egészségügyben nyilván, hogy szükséges, ez szerintem egyértelmű. A másik az, hogy nagyon eltérőek az adatok a megbetegedésekkel kapcsolatban. Most ezt is nehéz eldönteni, hogy mi a valós. Én igen. Egyetértek. Miért? Azért, mert nem csak saját magunkat kell nézni, meg védeni, hanem a közösséget is. Ennyi. Van esetleg olyan munkahely, ahol kifejezetten szeretné, hogy bevezessék az oltást? Őszintén nyugdíjas vagyok már, és nem nagyon járok mostanában olyan munkahelyekre. Tehát biztos, hogy van. Biztos, hogy van olyan, ahol kötelezővé lehetne tenni. Saját munkatársaim érdekében is, meg a sajátomba. Meg hát az ügyfelek, ha olyan helyen dolgoznak. Természetesen igen. Miért ért vele egyet, hogy gondolja? Saját érdekünk. Mindenki be legyen oltva. És az egészség védelme érdekében. Köszönöm.